Egy helyi kisbolt tulajdonosát, Kuruc Imrénét arról kérdezte stábunk, hogy milyen óvintézkedéseket tartanak, illetve tartatnak be a koronavírus járvány második hullámának küszöbén. Mint megtudtuk, a tulajdonos a kormányzati rendelkezéseket betartva üzletének terébe csakis olyan vásárlót enged be, aki maszkban érkezik. Muszáj betartatni, hogy a maszkot mindenki használja. Kötelezővé tettük, kiírtuk az ajtóra is, és ha éppenként az utcán nem is, de az ajtóban mindenki felteszi. Úgy távozik a maszkkal együtt, és majd akkor veszi le, mikor majd őneki éppen jól esik. Az üzletben a zöldségekhez, gyümölcsökhöz csak is gumikesztyűben szabad hozzáérni, amely a bolt területén is megtalálható. Vannak kitéve kesztyűk és gumikesztyűk, azt felhúzzák, és akkor azzal szedik ki, mert az önkiszolgáló a zöldségáró. Ahogyan elmondta, a koronavírus járvány első hulláma alatt a kezdeti időszakban rendkívül sok élelmiszert halmoztak fel a vevők. Hát első hónapban lehetett észrevenni, hogy többet vásároltak, hogy fel legyen ugye a spájz pakolva mindenféle áróval, de utána ugye egy kicsit csendesedett. Hát nagyon nyűgös volt a vásárlás, mert ugye az idősebbek még akkor nem tudtak jönni vásárolni, mert ők szeretnek tovább pihenni, de viszont a fiatalok meg szerettek volna ebédet készíteni. Azok meg azért nem tudtak jönni, mert ők nekik nem volt szabad jönni a boltba. Egyelőre az élelmiszerekből nincs felvásárlási láz, de a fertőtlenítőszereket és a maszkot egyre nagyobb számban keresik. Hát most úgy vegyesen jönnek fiatalok, jönnek idősebbek, hát most még jelenleg nincs az, hogy na most felvásárolok, hát úgy a mindennapi kis bevásárláshoz annyit vásárolnak. A maszkot is keresik a fertőtlenítőszereket, azokat is árulunk, azokat is eladunk, már most azt is keresték. A fertőtlenítőszereket, úgy a tisztítószereket. Élelmiszerekből még nem. Még nincs az, hogy na most felhalmozzam az élelmiszereket, vagy pedig nem, még lehet, hogy maradt is, ami olyan, hogy rizscukor, ilyesmi, azzal még be vannak spájzolva. Mint megtudtuk, természetesen fel van készülve a bolt arra is, hogyha esetleg megrohamozzák őket a vevők, és nagyobb mennyiségben keresik majd az alapanyagokat. Az árak tekintetében azt tudja elmondani, hogy kiegyensúlyozott, egyenes arányban növő, kismértékű áremelkedés tapasztalható.